Megbújik anyja lábainál a kis daru fióka, két ki a tojásból, azóta pedig már a sóstózó látogatói is ismerkedhetnek vele, két azonoskorú testvérével együtt. A kicsik fészek hagyók, tehát kikelésik után, ami 30 nap után történt meg, azonnal elkezdték követni anyjukat és apjukat, és jelenleg még merőben teljesen máshogy néznek ki, mint szüleik, hiszen ők még mindössze 15 cm-es nagyságúak, és pihetólazattal rendelkeznek, mely barna. A szüleik egy méteres magasságúak, ők körülbelül ezt olyan 8 hónap múlva érik el ezt a testmagasságot, de a tólazatuk marad ugyan, ugyanilyen barna színezetű, az ivarérett szint körülbelül másfél-két éves korukban fogják majd megkapni. Apjuk nem tud pihenni, a hímálat folyton figyel és minden szokatlan dolog feltűnik neki. Nem volt kivétel ez alól kameránk sem, amelynek még a szárnyait is kitárta, mutatva mennyire védik kicsinyeit. A szülők a gyermeknevelésből is mindketten kiveszik a részüket, a fiókák előtt lépkedve csipegetnek, így tanítják őket a táplálékszerzés fortéjaira. Később ez már az ő feladatuk lesz, most azonban még nekik adják a felkapott liszkukacot. A madaraknak a párzási rítusok is különleges. Nem csak a külsejük bámulatos ezeknek az állatoknak, hiszen a nevüket a tolkronájukról kapták, de alapvetően a párzási rítus is igen látványos, hiszen ilyenkor vad szerelmi táncot lejtenek. Ez kb. úgy néz ki, hogy másfél-két méteres magasságra fel tudnak ugrani az állatok függőlegesen, illetve a szárnyukat is csapkodják. Ilyenkor, hogyha ilyet látunk, akkor már várjuk a tojásokat. A másik nevükön déli koronás darva, kelet és dél-afrika nyílt szavannás területein honosak. Érdekesség, hogy a faj uganda nemzeti madara is az ország címerében is szerepel. A most született kicsikről még nem tudni hímeke vagy nőstények, ez később egy DNS vizsgálatból derül majd csak ki. Korábban egyébként egy vagy két fióka kelt ki csupán a tojásokból, így a mostani három tagot számláló szaporulat rekordnak számít a nyíregyházi állatparkban.